Szia! Én Mókus vagyok. Ez pedig itt a mini mese. A kiskakas gyémántfélkrajc árja. Népmese Arany László tollából. Volt a világon egy szegény asszony. Annak volt egy kis kakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapirgál a kiskakas a szeméten. Egyszer talál egy gyémántfélkrajcárt. Arra megy a török császár. Meglátja a kiskakasnál a gyémántfélkrajcárt, azt mondja neki. Kiskakas, add nekem a gyémántfélkrajcárodat. Nem adom, bizén, kell a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle. Hazavitte, betette a kincses kamrájába. Kiskakas megharagudott. Felszállott a kerítés tetejére, elkezdett kiabálni. Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcárom! Török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba. De akkor meg a kiskakas az ablakába repült. Onnan kiabálta. Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcárom! Megharagudott erre a török császár. Erre te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd belé a kútba. A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kiskakas csak elkezdi a kútban. Szídd fel, begyem a sok vizet, szídd fel, begyem a sok vizet. Arra a begye mind felszítte a vizet a kútból. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcárom! Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának. Erre, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd belé az égő kemencébe! Szolgáló megint megfogta a kiskakast. Az égő kemencébe vetette. De a kiskakas megint csak elkezdi. Erezd ki, begyem a vizet, add olcsa el a tüzet. Erezd ki, begyem a vizet, add olcsa el a tüzet. Erre a begye mind kieresztette a vizet. Eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba. Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcárom! Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Áradj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd belé a méhes kasba. Hadd csípjék agyon a darazsak. A szolgáló belévetette a kis kakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi a kis kakas. Szídd fel, begyem a darást, szídd fel, begyem a darást. Arra a begye mind felszítta a darást. Akkor megint felszállott a török császár ablakába. Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcárom! Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele. Áradj, te szolgáló! Hozd ide azt a kiskakast! Hadd tegyem ide a bő bugyogón fenekébe. Megfogja a szolgáló kiskakast. Török császár beteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kiskakas megint csak elkezdi. Erezd ki, begyem a darást, ott csípje meg a farát. Erezd ki, begyem a darást, ott csípje meg a farát. A begye mind kieresztette a darást. Azok jól megcsípkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár. Jaj, a fránya egye meg ezt a kiskakast! Vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd keresse meg a maga gyémántfélkrajcárját. Bevitték a kiskakast a kincses kamrába. Ott megint elkezdi a maga mondókáját. Szídd fel, begyem a sok pénzt! Szídd fel, begyem a sok pénzt! Erre a
vegye mind felszitta a török császár 3 kád pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának. Gazdagasszony lett belőle, még máig is él, ha meg nem halt.